Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu weboldalon. Folytatjuk a feminizmussal kapcsolatos videóknak a megtekintését ezúttal. Egy érdekes dologról lesz szó, ami a randit illeti. Elmondom, hogy mi az én elgondolásom erről, függetlenül attól, hogy én már ebben nem veszek részt, már majd tudom egy évtizede, de elhiheti mindenki, hogy amikor még részletem, akkor részletem benne, úgyhogy van egy elképzelésem arról, hogy hogyan is működik ez az egész Mielőtt nekivágnánk ennek, megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Előjáróban annyit, hogy megváltozott az egész táj. És az, ami a régi szabályrendszer, amihez szeretne ragaszkodni a hölgyek egy jelentős része, az nem tud működni, és azt hiszem, hogy jelentős részt, illetve oroszlán részt vállalnak ebből ők maguk, hogy ez így átalakult. Ugyanis, hogyha megváltoztatjuk a játékszabályokat, és a szabadságot szeretnénk, mint ahogy ők azt szerették volna, és most megkapták, a szabadsággal együtt jár a felelősség is, a felelősséggel pedig kötelezettségek, illetve következmények, amit most mindannyiuknak vállalni kell. Ha a szabadságot szeretne valaki, azt hiszem, hogy az ellenség megadta a világnak a szabadságot, és láthatjuk azt, hogy mire használják fel. Szóval amennyire sajnálom mindazokat, akik benne vannak most ebben a randizás kultúrában, illetve párválasztásban, vagy úgy szórakozásban, ha jobban tetszik, úgy gondolom, hogy ez az, amiért küzdöttek, ez az, amit szerettek volna, így tehát most végre megkapták. Az, hogy ez nem úgy alakult, ahogy szerették volna, sajnálatos, de ezzel most már nem lehet mit csinálni, ugyanis ahogy a mondás tartja, a Jean az kiszabadult a palackból, és kim van. Érdekes ettől függetlenül, hogy Beus Teba miatt mit mond a TikTokon a randizással kapcsolatban. Számomra ami mindig hihetetlen, hogy egyes férfiak ilyen videók alatt mennyire ki tudnak akadni. Csak azért, mert hogy egy nő megjegyzi azt, hogy lehet, hogy a randi alkalmával a férfinak kéne fizetni. Miért is kéne a férfinak fizetni a randi alkalmával, mikor nem kap semmit cserébe? Ez az egyik. És mielőtt belevágnánk ebbe, én azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem legjobban teszi mindenki, hogyha felhagy ezzel a az életformával. Amit az írások felvázolnak nekünk, az egy egészen más megközelítése a párkapcsolatnak, mint amit a világ hirdet. De tisztában vagyok azzal, hogy az emberek többsége nem szeretne így élni. Ezért hát megpróbálok rávilágítani arra, hogy milyen abszurd elgondolások vannak az emberek fejében, a feminizmus esetén különösképpen a hölgyek fejében, mint például Beus, ha jól emlékszem a neve, az ő fejében is, az egész kultúráról. Az, hogy a férfi fizessen, az működött abban a korszakban, amikor a férfi úgy gondolkodott a nőről, hogy ez valami különleges kapcsolat, ami kettőjük között kialakul. Ma azonban ez nem így van. Minden férfi, vagy legalábbis a férfiak jelentős része tisztában van azzal, hogy a nőknek ilyen-olyan baráti fél baráti kapcsolatai vannak a háttérben, úgy, hogy közben vele randizgat. Szóval minden ember több másik emberrel kapcsolatban áll, miközben randizik. Minek is fizetne? Gondolhatja egy férfi, teljes joga azért, amit más megkap ingyen, már, vagy megkapott ingyen. És ezek nem az én gondolataim feltétlen, de én ezzel tökéletesen egyetértek. Szóval csak minden, a hölgyek, gondolkozzanak el ezen. Minek fizetne valaki azért, amit ingyen megkaphat máshol, vagy amit más megkapott ingyen korábban? Elmehet egy másik nőhöz, aki olcsóbb, és akkor azért nem kell fizetni. Vagy gondolhatja azt, hogy ó, ennek a nőnek, akivel itt most ülök éppen, már volt x partnere ezelőtt, aki sokkal kevesebből megúszta. Szóval, minek fizessek én egy régebbi, használtabb modellért, miközben más ezt megkapta olcsóba. És hibáztatni lehet a férfiakat ezért? Nem. Ráadásul van egy másik probléma, az pedig a következő, hogyha ingyen van a tej, minek vegyen meg a tehenet. És tudom, hogy ez, ez mind ami elhangzik, durvának tűnik, de én csak arra akarok rávilágítani, hogy mindenki legjobban teszi azt, hogyha kiszáll ebből az egész randizgatásból meg párválasztásból, meg váltogatásából a partnereknek. Megpróbálja rendbe tenni a saját életét, elfelejti ezt az egész parázna, szabados életformát, amit a világ folytat, rendbeszedi magát és várja azt, hogy megtalálja azt, aki neki való és aki számára a legmegfelelőbb, akit nem fog megtalálni majd egy buliban, egy partiban, vagy a főiskolán, miközben félig-meddig önkívületi állapotban van szinte minden nap. Én szeretnék mindenkit eltávolítani ettől a gondolkodásmódtól, meg ettől a kultúrától. Ezért javaslom mindenkinek azt, hogy ne járjon főiskolára nappalin, végezzel levelező, ne menjen bulizni, ne menjen partizni, és ne váltogassa a partnereit semmilyen körülmények közt. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm!